Akkor én is köszöntök mindenkit. Hát én Besenyei Ádám vagyok, és Csomós Petra kolléganőmmel fogjuk ezt az előadást tartani, majd a felénél a kolléganőm átveszi a szót. Tavirózsák, cápák és gyerekek, avagy népességnövekedés matematikus szemmel. Ha már népességnövekedés, mielőtt belekezdenénk, egy kis játék lesz, aminek a végén lesz eredménye. Megmutatom, hogy most éppen a föld lakossága az mennyi. És csinálok egy mentést, és akkor megnézzük, az előadás végén mennyi lesz. Tehát most nyomok egy print screen-t, és ide bemásolom, és akkor majd Petra az előadás végén megmutatja. No. Remélem mindenki memorizálta, de nem kell, mert ott lesz. Na szóval akkor miről is lesz szó? Hát itt van a tavirózsa, a cápa és egy kisgyerek. De azért egy kicsit pontosabban, az előadásunk mottója az egy nagyon kis szép idézet Joseph Fourier-től, aki azt mondta, hogy a természet elmélyül tanulmányozása a matematikai felfedezések legtermékenyebb forrása. Valahogy ezt szeretnénk egy kicsit bemutatni, hogy a körülöttünk lévő világból veszünk most egy kitüntetett folyamatot, ez a népesség számnak a változása, és azt mi matematikusok, vagy alkalmazott matematikusok hogyan tudjuk modellezni. Ugye a célunk az az, hogy valamilyen módon minél egyszerűbb modellt állítsunk fel, tehát nem reménytelenül nehéz az a modell, de mégis mondjon nekünk valamit arról a folyamatról, tehát a valóságról, és segítsen annak a megértésében, a szabályozásában, vagy az előrejelzésében. Ugye milyen folyamatokra gondolhatunk még, itt felsoroltunk pár folyamatot, amik szóba jöhetnek. Hát például, ha most az előadás után majd mindenki hazamegy, és kilép az épületből, akkor szembe jön egy csomó olyan folyamat, amit egy matematikus szívesen modellez, ugye a gépkocsi mozgása, vagy hát mondhatnám a villamos, vagy ki mivel fog hazamenni. Az időjárás változása, ugye ezt is nagyon szeretjük tudni, hogy milyen idő lesz holnap. Vagy a bankszámlánk egyenlegének a változása, vagy a tőzsde folyamatok alakulása, és így tovább járványok, ugye ez kezd aktuálissá válni. Tehát ez mind olyan folyamat, ami számunkra, matematikusok, vagy alkalmazott matematikusok számára a modellezést kínálja. És az eszközünk, hát most egy csúnya szót fogok mondani, ez a differenciál egyenletek, de mögötte nagyon szép dolgok vannak, majd meg fogják látni, majd meg fogjátok látni. És hát persze ugye a mai világban már az ember a számítógép nélkül nem tud meglenni, ugye a matematikusnak az eszköze is a számítógép, tehát majd látni fogtok egy csomó szimulációt, azt mind számítógéppel készítettük. És mindez, itt három szót felsoroltam, hogy egy kicsit felkeltsem az érdeklődést a matematika iránt, a matematika pálya iránt, hogy ez kihívás is számunkra, de szórakozás is, és a legfontosabb, vagy nem tudom, hogy a legfontosabb, de azok között van pénzkeresés is. Hogy mennyi pénz, arról inkább nem nyilatkozom. No, hát akkor kezdjünk bele, és először is jön a tavirózsa. Hát ez egy olyan feladvány, amit szerintem mindenki hallott már valamikor, vagy az általános iskolában, de lehet, hogy már az óvodában is. És ezt egy kicsit aktualizáltam, tehát fejtörő egy különleges tavirózsáról. A Despacito az egy kifejezetten ritka tavirózsa fajnak az élőhelye, még ott a latin neve is, ez a Nymphaea Despacitos. A Nymphaea az a tavirózsáknak a nemzetsége. És azt tudják ezek a tavirózsák, hogy ha egyetlen tövet beteszünk a tóba, akkor minden nap kétszer akkor a területet borít be, mint az előző napon, és így 30 nap alatt növi be a tavat. A kérdés az, hogy mennyi idő alatt lepi el a tó felét. Hát gondolom, ezt már mindenki tudja, hogy mennyi idő alatt. No? 29, így van. Ugye csak egyszerűen fordítsuk meg az idő kerekét. Ugye az, hogy minden nap kétszer akkora területet, ha előre halad az idő, minden nap kétszer akkora, hát visszafele megfeleződik. Tehát ha 30. napon nőtte be az egészet, akkor az előző nap a felét kellett, hogy benője. És így tovább visszamehetünk, hogy a 0. napon hát jó kicsi részét nőtte be a tónak, 1/2 a 30. részét. Vagyis a megfejtés ugye az 1/2. Itt ki is rajzoltam ennek a grafikonját. Ugye a 30. napon az egész, tehát ugye a fedett terület arányát rajzoltuk fel az Y-tengelyen, ugye 1 volt, és akkor visszafele lépkedünk 1/2, 1/4, ugye nagyon gyorsan lecsengez, és a végén már nem is látszik, ugye nem az X-tengelyen vannak azok a pöttyök, csak nagyon közel vannak hozzá.
ugye ott a végén már 1/2 a 30-ad magasság, tehát az már szinte a tengelyen van. Na most ezek ugye olyan pontok, amik ugye egymástól elkülönülten vannak, azt szoktuk mondani, hogy diszkréten vannak ezek a pontok. És felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt összekötni? Hát nyilván sokféleképpen, tehát most mindenki gondolhat valamire, de szerintem, hogyha egy ceruzát adnék mindenkinek a kezébe, akkor valahogy mindenki ugyanazt a vonalat húzná be. Vajon melyik vonalat, és miért pont azt? Hát ugye adódik egy természetes összekötési ötlet, hogy az a feltevésünk, ugye tudjuk, hogy naponta megkétszereződik, akkor azzal a feltevéssel élünk, hogy a nap folyamán ugyanolyan mértékben növekszik az, tehát bármely időközt választja ki az ember, mondjuk fél napot, akkor mindig ugyanannyi szorosára növekszik. Tehát ha naponta megkétszereződik, akkor vajon, ez is lehet egy feladvány, hogy fél nap alatt hányszorosára nő? Na, esetleg valaki meg tudja mondani? Ez lett házi feladat, ahogy szokták mondani. Ugye, és akkor így visszamehetünk, hogy fél naponta tudjuk, hogy hányszorosára, akkor óránként hányszorosára, percenként, és akkor ezek alapján, ha ezzel a feltételezéssel élünk, akkor szépen minden időpontban be tudjuk jelölni, hogy hol is kell lenni ennek a fedett terület arányának, és valószínűleg mindenki ezt rajzolta volna be, de ha nem, az sem baj, nyilván másképpen is lehet, de ez egy természetes összekötése a pontoknak, és akkor már nem diszkréten kapjuk meg ezt a függvényt, hanem folytonosan, ahogy szoktuk mondani. És azért ugye, sok mindent észrevehetünk, de a matematikus számára ugye feltűnő az, amit szeret nézni, ez a növekedés, hogy milyen gyorsan növekedik ez a fedett terület aránya. Ugye az elején szinte viszintes, hogyha az ember megnézi, tehát sok időnek kell eltelnie, hogy a tónak nagy részét nője be. Aztán, hogyha már elérkezik ide a, nem tudom én, a 20 fölötti napig, akkor azért már kis idő alatt már egyre jobban, egyre gyorsabban növi be a tavat. Ugye látjuk, hogy a 29. napon hoppá, egyszer csak megkétszereződött. Tehát az ember valahogy érzi, hogy a növekedés üteme az elején lassú, tehát amikor még kis részét nőtte be a tónak, akkor lassan növekszik, és amikor már egyre nagyobb részét növi be a tónak, akkor egyre gyorsabban nő a fedett terület aránya. Ugye ezt az észrevételt írtam ide, tehát kicsi, nagy a befedett terület, lassú, gyors a növekedés. De mégis mi az a növekedési ütem vajon? Hát ugye ez persze egy intuitív dolog, mindenkinek a fejében az ott van, hogy valahogy ennek a függvénynek a meredeksége ott az elején az ugye nagyon kicsi, hát viszintes, és akkor ott már nagyon meredek a vége fele. Tehát be is rajzoltam, egy érintőt húztam, ami szépen így végigpásztázza a grafikonunkat, és látjuk, hogy az elején szinte viszintes, nagyon lassú a növekedés, aztán egyszer csak meglódul, és ugye nagyon gyors lesz, nagyon meredek lesz ez az érintő. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy ezen mondjuk lecsúszunk szánkóval, akkor ott nagyon be tudunk indulni, de hogyha az elején indulunk el, akkor az a szánkó nem fog elindulni. És vajon hogyan tudnánk ezt számszerűsíteni? Hát már meg is fogalmaztam, hogy ennek az érintőnek bármi is, hát oda tudjuk azt képzelni, hogy érinti, annak a meredeksége, ugye ezt most kirajzoltam, ugye ott abban a pontban nézzük, hát ugye nem érintőt húztam be, mert nem tudtam azt oda simítani, kicsit ügyetlen voltam, de valami nagyon közeli, tehát eltelt egy kis delta t idő, és ott megnéztem, hogy mennyi a függvényérték, és ezt a két pontot összekötöttem. Hát ez nem egy érintő, de ha kis idő telt el, akkor olyan, mintha érintő lenne, most csak rázúmoltam oda, mondjuk azt. És a meredekség az nem más, hát megnézem, hogy mennyi idő telt el, és mennyit emelkedtünk, és veszem a kettő hányadosát, tehát a megváltozást elosztom az eltelt idővel. Egyébként így számolják a lejtőknek, hogyha az ember majd Kressz vizsgára megy, és látja, hogy mondjuk 10%-os egy lejtő, akkor pont ez a hányados van, csak az be van szorozva 100-zal. Tehát egy 100%-os lejtő ezek szerint, ez megint lehetne egy házi feladat, az vajon hány fokos? Sok házi feladat lesz, sajnos nem tudjuk visszakérdezni, de érdemes otthon rákeresni. Szóval ezt fogjuk nevezni az XT függvényünknek, ami még most gondolhatunk a fedett területre, de később ez lehet a népesség is, a változási ütemének. Tehát a megváltozása elosztva az eltelt idővel. Csináltunk egy kis animációt is, hogy ahogy ez a delta t egyre kisebb lesz,
ez a szelő vagy húr egyenes, ugye pont az érintő lesz. Ugye kékkel jelöltem. Tehát ennek az érintőnek a meredeksége. De ugye a gyakorlatban az ember mit csinál? Hát csak mérési adatai vannak, tehát közelíti ilyen szelővel. Tehát általában ezt a képletet szoktuk használni. És hát a matematikus azért szeret mindent elnevezni, ezt úgy fogjuk hívni, hogy a deriváltja. Ugye a deriválni az azt jelenti, hogy származtatni. Hogyha majd valaki pénzügyi pályára megy, akkor ott fog hallani a derivált szóról, vagy derivatív, mint a pénzügyben a származtatott eszközökről. És a jelölésünk az az lesz, hogy x vesző. És akkor most fogalmazzuk meg, hogy mi az egyenletünk a tavirózsa növekedésére. A növekedés ütem arányos a mérettel. Kevés területet nőtt be, akkor lassan növekedett, sok területet nőtt be, gyorsan növekedett. Ez az egyenletünk, akinek nem tetszik, az el is felejteti. Ami ennél fontosabb, hogy hogy néznek ki a megoldások, ugye ezek ilyen, hát ezt úgy szoktuk hívni, hogy exponenciális függvények, ezt sokszor hallani, hogy valami exponenciálisan növekszik, ez pont ezt fejezi ki, hogy a mérettel arányos a növekedés. Ugye látjuk, hogyha olyan pontból indítom, ami még ugye kezdetben kevés volt a befedett terület, akkor az elején lassan növekszik, aztán szépen begyorsul. Ugye ezek a, ott pedig már ugye nagy volt a befedett terület, egyből gyorsan növekszik. Tehát ez a tavirózsának a növekedési grafikonjai, a különböző indulási értékekből. No, és akkor a tavirózsát el is felejthetjük, és rátérhetünk a népességre. Rögtön egy grafikont szeretnék mutatni. Itt kirajzoltam a föld lakosságát 1800 és 2000 között. Ugye bejelöltem a mérföldköveket, hogy 1804-ben volt, ugye az egy, ez itt nem a nullát, nem az x-tengelyt jelenti, hanem 1 milliárdról indul ez a grafikon, a népesség, és 1927-ben, tehát körülbelül 120 évnek kellett eltennie, még újabb 1 milliárd ember lett, tehát már 2 milliárd, aztán utána már azért gyorsabban nő, mert 60-ban már 3 milliárd, és így tovább mindenki látja, hogy egyre kevesebb idő telik el, hogy újabb 1 milliárd ember legyen. Hát ugye most már 6 milliárd fölött vagyunk, 1999-ben értük el. Most ránézünk erre a grafikonra, ez nagyon hasonlít az exponenciális növekedésre. Azért nem teljesen az, de egy matematikus számára nagyon csábító, hogy azt gondolja, hogy exponenciálisan növekszik. És akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy hát az a megérzésünk, ugyanúgy, mint a tavirózsánál, hogyha most XT-vel jelölöm a föld népességét, vagy akár egy egész, vagy csak egy ország népességét. Ha kicsi a népesség, akkor lassú a növekedés, mert kevés gyerek születik. Hogyha nagy a népesség, akkor több gyerek születik, tehát sokkal gyorsabban növekszik. Hát ugyanaz a feltételezésünk, mint a tavirózsa esetében, amikor ugye a befedett terület arányában volt a növekedés sebessége. Hát megint azt mondhatjuk, hogy a feltételezésünk nagyon kézenfekvő, hogy a növekedési ütem az arányos a mérettel, és akkor ebből mi következik? Hát a korlátlan növekedés, mint a tavirózsánál is. Persze ott a tó megállította a növekedést, az népesség esetében persze a Földnek az eltartó képessége meg fogja állítani. De azért mi történne? Ugye feltettem a kérdést, hogy vajon reális-e ez? Hát próbáljunk meg egy gondolatkísérletet. Ugye láttuk azon a grafikonon, vagy talán visszamegyek, hogy 60 és 99 között, tehát mondjuk azt 40 évre taksálhatom, ugye 3 milliárdról 6 milliárdra, tehát megduplázódott. Mi lenne akkor, hogyha ez a 40 évenkénti duplázódás folytatódna? Tehát ezt a gondolatkísérletet eljátsszuk, hogy 40 évenként folytatódik a duplázódás, akkor 2700-ra 10 a 15-en lenne a népesség. Itt is lehetne egy házi feladat, hogy a 10-15-enre milyen szavunk van. Ugye a 16-on az a millió, aztán utána a 19-en az mi lenne? Ki tudja? Egyébként akkor megsúgom, a 10-15-en az a billiárd. Nem a játék, hanem ez a billiárd. 1000 billió egyébként. Szóval akkor 1000 billió lenne a népességünk, és a szárazföld felszíne az olyan 0,15 × 10^15 négyzetméter. Most akkor, hogyha osztunk, szorzunk, körülbelül az jön neki, hogy 2700-ra minden emberre egy 40 cm x 40 cm-es terület jutna.
Hát amikor ezt elmondtam a kollégáknak, akkor ők gyorsan már arra gondoltak, hogy hát ideje megvenni azt a 40x40 cm-es területet, úgyhogy négy kollégának már sikerült eladnom az ő területét, le is fotóztuk. Hát így nézne ki, hogyha persze ez most csak egy kis szelet belőle, 2700-ra körülbelül így kéne a szárazföldön állni a népességnek. Na persze ez csak egy gondolatkísérlet, vajon hogy lehetne finomítani ezt a modellt? Ugye ami elhangzott már, hogy a népesség növekedést megállítja, micsoda? Hát az eltartó képesség. Minek az eltartó képessége? Hát ugye a Földnek, ide mit tudok beleérteni, a terület az véges. Feltételezzük persze, hogy a Földön kell maradnunk, és nem a Marsra megyünk, mert akkor még ugye lenne terület. Az élelem is véges, az energia is véges. Tehát egy csomó minden behatárolja a növekedést, tehát nem lehet korlátlan. De azért az a feltételezés továbbra is érvényesnek tűnik, hogy ha kicsi a népesség, akkor kevés gyerek születik, ha nagy a népesség, akkor pedig sok gyerek születik. Tehát azért mégiscsak a népesség számnak valahogy a növekedés ütemének arányosnak kell lenni a népesség számnak. Viszont ahogy közeledünk az eltartó képességhez, lassulnia kell a növekedésnek. Ha távol vagyunk az eltartó képességtől, akkor pedig hát akkor gyors lehet még a növekedés. És erre az egyenletünk, ugye a kékkel jelöltem azt, hogy mi a módosított tényező az előzőekhez képest. Ugye az előbb nem volt ott az a kék színű, csak annyi volt, hogy a növekedés üteme, amit X vesszővel jelöltünk, az arányos magával a népességgel. Most még behoztuk azt, hogy ezt a növekedés ütemet, ezt lassítja, micsoda, hát az eltartó képességtől való távolság. Ha közel vagyunk hozzá, tehát a K és az X távolsága az kicsike, akkor az a szorzó tényező az már kicsike, az azt jelenti, hogy a növekedés üteme is kicsike lesz. Ha az nagy, akkor meg nagy a növekedés üteme. És kirajzoltam néhány megoldást. Ugye nyilván a kékkel jelölt az két egyensúly, ha szabad ezt a szót használnom. Ugye ha nulláról indítjuk a népességet, akkor bizony ott nem lesz semmi, remélhetőleg. És van egy másik egyensúly, hogyha a K-ról indítjuk az eltartó képességről, akkor mindig ott marad. Ez is valahogy olyan természetesnek tűnik. A kettő között, ugye ez a görbe, ugye az azt mutatja, hogy ha kevésről indítjuk, akkor az elején lassan indul, de aztán úgy jó gyorsan ugye ott meglódul. Amíg el nem éri a felét, az nincs berajzó, de körülbelül amikor eléri az eltartó képesség felét, akkor megáll az a növekedés. Tehát itt kezd igazán az a lassító tényező érvényre jutni, és szépen, ahogy telik az idő, beáll az eltartó képességre a népességszám. És nyilván, hogyha a népességszám kezdetben nagyobb volt, mint az eltartó képesség, akkor csökkenés van. Látjuk, hogyha nagyon távol volt tőle, akkor az elején nagyon gyorsan lecseng, aztán szép lassan beáll az eltartó képességre. És akkor berajzoltam még több ilyen görbét, több kezdeti feltételről indítva, és akkor így jól látszik, hogy mik azok a tipikus lefolyása a népességnek. Ugye ezt egyébként úgy szokták hívni, ezt az egyenletet, hogy logisztikus egyenlet. És ezt az egyenletet először egy belga matematikus írta fel, akit úgy hívtak, hogy Pierre-François Verhulst, és ő a Belgium népességére próbálta ezt valahogy ráilleszteni. Itt bejelöltem az ő adatait, 1815 és 1833 között minden évben feltüntette az adott évben a népessége, tehát 3,49-ről fölment 4,14-re, és megpróbálta az előbbi görbék közül az alkalmasat ráilleszteni. Három pontot nézett ki, az 1815-öt, 27 és 33-at, és ebből egyértelműen meghatározható, hogy melyik az a, ezek közül melyik görbe illik rá. És akkor a következőt kapta. Hát ugye én ezt, amikor otthon megcsináltam, akkor azt mondtam, hogy valami nem stimmel, ez egyenes. Hát itt nem lehet igaz, ez nem lehet jó. De egyébként az érdekes, hogy az első három évben illeszkedik rá, tehát az stimmel. De mondom, itt valami nem stimmel, de hát mi a probléma? Ugye túl közelről nézzük ezt. Tehát érdemes egy kicsit messzebbről nézni, nem látjuk a fától az erdőt. Tehát a zoomot egy kicsit csökkentettem, és ott az előbbi adatsor, ez a pirossal van jelölve, 1815 és 33 között,
És ez a kék színű görbe, ami az előbb egyenesnek látszott, azért most már jól látszik, ez a logisztikus görbe. És ezek alapján ő azt jósolta, hogy akkor Belgium népessége az olyan 8,28 millió lehet legfeljebb. Tehát ez lesz az egyensúlyi helyzete. Na most megint feltettek egy találós kérdést, hogy vajon most 2016-ban hányan is élnek Belgiumban? Túlment-e a 8,28-on vagy sem? Hát lehet tippelni, hogy igen, itt bejelöltem most 2016-ban 11,26, és bejelöltem pirossal, hogy valójában hol ment az igazi népesség szám a kékhez képest. Ugye az látszik, hogy egy darabig azért úgy közel volt a kettő egymáshoz. Egyébként ezt később még Verhulst megismételt ezt az illesztést pár évvel később, és akkor, amiatt, hogy itt ez a görbe itt ugye elkezd lassabban növekedni, körülbelül aztán 2 millióval kevesebbet jósolt, tehát olyan 6 millió körülire jósolt az a Belgiumnak a végső népességét, tehát még kevesebbet kapott. Persze, ugye ez a modell nagyon egyszerű, és egy csomó mindent nem tud figyelembe venni. Itt jól láthatóan, itt nagyon megindult a népesség. Utána néztem, hogy annak mi volt az oka. Ez körülbelül 1908 körül van. Akkor lett Kongó belga gyarmat. Tehát ennek a megindulásnak ez. Akkor van itt két visszaesés. Ez könnyű megtippelni, hogy ez vajon mi lehetett. A két világháború. Tehát nyilván a modell ezt sem tudta. A modell annyira kis egyszerű, hogy ezt nem tudta előrejelezni. Ez is, ez a logisztikus modell is nyilván csak rövid időtávra mond valamit a valóságról, úgy, mint az előző, a korlátlan növekedés modellje. És akkor én ezzel zárnám az én saját részemet, visszatérlek a Föld népességére. Ezen néhány előrejelzés látható, ugye most valahol itt vagyunk, és azt hiszem olyan 61 néhány előrejelzés, az ENSZ oldaláról ez letölthető egyébként, onnan szedtem. Tehát ők végeztek többféle szimulációt, ugye ez a legpesszimistább, és ez a persze kérdés, hogy mi a pesszimista és mi az optimista. Tehát feltételeztek bizonyos, hogy mennyi gyerek fog születni évente, nem tudom pontosan milyen adatokat, de a lényeg az, hogy jó sok feltételezés, különböző feltételezéssel lefuttattak szimulációkat, hogy azok mellett milyen lesz a népesség mondjuk 2100 környékén, és akkor ezek között, hát azt hiszem, hogy ez a pontozott jelöli, tehát ezek között van az, ami 80%-os biztonsággal itt lesz, ez a 90%-os, és akkor ez a középérték, persze ez nem azt jelenti, hogy itt, hogy végül is ez lesz, de látjuk, hogy azért ez is egy ilyen logisztikus görbét követ. Hát majd 2100-ban az előadáson visszatérünk erre, hogy hol is tartunk. És akkor átadnám a szót a kolléganőmnek. Hát Ádám kollégám végül is az emberekkel fejezte be, de hát azért most mi egy picit még visszatérünk a tóhoz, mert ebben a tóban nem csak ezek a ritka tavirózsák élnek, hanem nagyon finom húsú halak is, amelyekre hát a hírük messzi földről oda csábítja a horgászokat. És az a kérdésünk, hogy végül is legfeljebb mennyi halat engedhetünk meg kifogni egy szezon alatt a horgászoknak, hát ha nem akarjuk, hogy a halak kipusztuljanak, tehát a következő szezonra is maradjanak halak. És mindemellett természetesen a horgászok is hát teli hassal és elégedetten menjenek haza. Hát ennek van is egy neve, ez a fenntartható horgászat, és itt rögtön utalok arra, hogy egy nagyon népszerű svéd bútoráruházlánc szokott azzal kampányolni, hogy az ő éttermében hát ilyen fenntartható halászatból származó heringet és rákot szolgálnak fel az étteremben. Úgyhogy innen ismerős lehet ez a fenntartható szó. Azért is fontos ez, most a húsgolyókon kívül, ez a fenntarthatóság, mert az egyik WWF jelentés szerint 1970 és 2012 között a tengeri halállomány csaknem a felére esett vissza. Tehát ugye mivel nagyon sok országban hát a hal jelenti az elsődleges élelmet, ezért ez egy elég fontos probléma. Hát mi most ezt próbáljuk meg modellezni a horgászokkal és a ízletes húsú halakkal. A kérdés az, hogy hogy írható föl akkor matematikailag ez a modell, hogy tudjuk akkor ezt matematikus módon kezelni.
Hát az feketével jelölöm itt ezt a részt, ami már az előbb is elhangzott, ez ugye a korlátozott növekedés modellje. K az megint ugye a születések száma bizonyos időszakokon belül, a K pedig ez az eltartó képesség, jelen esetben a tó eltartó képessége most a halakra vonatkozóan. Ez most a halak számát jelöli, ez a nagy H pedig jelenti az egy szezonban kifogott halak számát. Kérdés, milyen hatása van a horgászatnak, hogy fog kinézni most ez az Ádám által mutatott megoldásgörbe, illetve természetesen az, hogy meddig növelhető a H értéke, a horgászat értéke, mert hát egy idő után nem lesz fenntartható a horgászat. Tehát azt mindenki érzi, hogyha oda mennek a horgászok, és az összes halat kifogják a tóból, akkor biztos, hogy a jövő szezonra nem marad. Jó, de valahol a kettő között azért mégiscsak van egy olyan érték, amit megengedhetünk. Hát ezt mi most szintén számítógépes szimulációkkal mutattuk meg, hogy mit tudunk itt mondani. Ez az az ábra, amit már láttunk, H egyenlő nulla értéke, tehát amikor nincs horgászat. Ez volt tehát az, hogyha az eltartó képességre állítjuk be pont a halak számát, akkor úgy is maradnak, illetve hát a nulla is, ugye ha nem teszünk be halat a tóba, akkor nem is lesznek halak. Mi történik, hogyha a H értékét egy kicsit növeljük, méghozzá egy ilyen furcsa értéket veszünk, olyan értéket veszünk, ami függ a születések arányától, illetve az eltartó képesség négyzetétől, és ennek veszük a tizedét. Na most nézzük meg még egyszer, hogy mi történik, visszakapcsolok. Tehát az történt, hogy a felső kék vonal lefelé mozdult, az alsó pedig fölfelé. Hogyha még ezt a halászatot megszorozzuk kettővel, tehát most még több halat fogunk ki, akkor ezek megint egymáshoz közelítenek. Itt az az érdekes, hogy ugye ez a felső rész ugyanúgy marad, hogyha nagyon sok hal van benne, akkor mire a tó nem tudja őket eltartani, kénytelenek kipusztulni, legalábbis addig a szintig, amíg az eltartó képességig elérnek. Hogyha itt a kettő között vannak, ugyanaz történik, mint az előbb, hogy hát kevés hal van, de mégis e fölött, akkor egy idő, tehát születnek, szaporodnak, egy idő után azért valahol itt el fogják érni az eltartó képességet. Ezt a létszámot. Most viszont valami új jelenségt mutatkozott meg a számunkra, ez pedig a következő. Ha az alsó vonal, az alsó kék vonal alatti számú halat teszünk be, akkor sajnos olyan nagy már ez a horgászat, olyan sokat fognak ki, hogy egyszerűen az időben a számuk folyamatosan csökken és kipusztulnak, elérik a nullát. Ha tovább növeljük a horgászat, hát a kifogott halak számát, akkor ez a két egyensúly egyszer csak összeér. Tehát most csak az e fölötti értékű mennyiségű hal az, ami fenntartható halászatot vagy horgászatot eredményez. Ha kevesebb hal van egy bizonyos időpillanatban a tóban, vagy akár ugye az óceánokban, tengerben, akkor ők sajnos a halászat-horgászat hatására ki fognak pusztulni. Ezt kiszámol, megyünk tovább. Még jobban növeljük a horgászatot, és itt hirtelen eltűnt az ez egyensúly. Ez azt jelenti, hogy akármennyi halat teszünk be, akármilyen rengeteg halat, egy idő után mindegyik ki fog pusztulni. Nem fenntartható. A következő szezonban már nem lesz halunk, vagy egy pár szezon után. És persze, ha tovább növelem, akkor szintén ez lesz a helyzet. Tehát ez a kritikus pont, ahol még volt egy egyensúlyi helyzetünk, kimondom ezt a szót, hogy egyensúlyi helyzetünk, ez a fenntartható horgászat, ennek a maximális értéke pont ez a kis kászor, nagy K négyzet per 4. Ezt ki lehet számolni, hogy ez pont ez. Hát nem tudom, hogy ezzel a modellel számolnak-e az áruházláncok, de ez minden esetre egy ilyen kezdeti modellnek nem rossz. Igen ám, de hát egy tónál nem csak horgász van, főleg, hogyha már óceánokról, tengerekről beszélünk, hanem igazi ragadozók is vannak. Mi történik akkor, hogyha a halakat igazi ragadozók pusztítják? Olyan ragadozók, akik szintén születnek, élnek, szeretnek, meghalnak, például a cápák. Tehát az igazi ragadozók esetét, hát először Umberto D'Ancona vetette föl, amikor különböző földközi-tengeri kikötőkben, itt most éppen a fiumei adatokat ábrázoljuk, a kifogott halfajok arányát vizsgálta, és feltűnt neki, hogy az első világháború alatt, illetve inkább itt utána kiugró értékeket kapott a cápák és a ráják arányára. Sokkal több arányaiban sokkal több porcos halat fogtak ki, mint igazi halat. Ezt szerette volna valahogy megmagyarázni, sejtette, hogy ez azért történt, mert ugye a háború alatt a férfiak mással foglalkoztak,
sajnos, és nem a halászattal, másokat öltek, úgyhogy emiatt hát a halak száma természetesen megnőtt. Emiatt, hogy a halak száma megnőtt, az óceán vagy a tenger több ragadozó állatot tudott eltartani, megnőtt az eltartó képessége, a K paraméter, emiatt tehát több cápa is, meg rája is előfordult. Na hát ő ezt szerette volna valahogy matematikailag azért leírni, hogy vajon találunk-e erre valamilyen matematikai modellt, és Vito Volter a matematikushoz fordult, aki 1926-ban publikált is egy tanulmányt, ugyanabban az évben, amikor egyébként hozzá is adta a lányát a kérdező tudóshoz. Ilyen érdekes tudománytörténeti párhuzamok. Ez 26-ban írta föl, de kiderült, hogy Alfred Lotka már 1910-ben fölírta az egyenletet, a következő egyenletet. A halak, illetve a cápák számára is külön-külön egyenleteket írunk fel. Kérdés. Mi befolyásolja, mi okozza a halak számának a változási ütemét? Mi változtathatja meg? Hát természetesen az, hogy születnek. Jó, a halak születnek. Ez ugyanaz az egyenlet, mint a tavirózsáknál, ugyanaz, mint amikor a korlátlan növekedés volt a 40x40 centivel. Igen ám, de ők ki is pusztulnak valami miatt, méghozzá a cápák miatt. Tehát megjelenik itt egy olyan tag, hogy az, hogy mennyien halnak meg, az természetesen arányos azzal, hogy mennyien vannak. Ha sokan vannak, persze akkor többen halnak meg, ha kevesen, akkor kevesebben. De azzal is arányos, hogy mennyi cápa öli őket. Jó? És utána a cápák, ők is születnek, ők viszont nem csak azzal arányosan születnek, hogy ugye mennyi nőstény cápa van, hanem azzal arányosan is, hogy mennyi hal van, mert ha kevés hal van, akkor nem születnek, mert éhen halnak rögtön az elején. És hát ők is meghalnak, sajnos. Így állították fel ezt a ma már Lotka-Volter egyenletrendszer néven ismert modellt. A, B, C, D egyelőre valami paraméterek, nem tudjuk. A biológusok megmondják. Jó, hát ezzel mi nem tudjuk, hogy micsodák. Természetesen, amikor lefuttattuk a számítógépes szimulációkat, akkor valamilyen értékeket beállítottunk. Na de mit kaptunk, amikor lefuttattuk a számítógépes szimulációkat? Ez azért mondom sokszor ezt a számítógépes szimulációt, mert visszautalok arra, amit Ádám is mondott, hogy most már az alkalmazott matematikában a számítógépeknek óriási nagy jelentősége van. Ezt az egyenletrendszert például nem is lehet megoldani kézzel. Ez nem olyan, mint az iskolában, hogy oldja meg a következő egyenletet, nem tudjuk megoldani, csak számítógéppel, közelítő eljárásokkal tudjuk meghatározni a megoldását. Ami micsoda? Hogyan változnak a populációk az idő függvényében, beállhat-e egyensúly közöttük? Ez a kérdés. Pirossal a cápák számának változását látjuk az időben, zölddel a halak. Fordítva, pirossal a halakat, zölddel a cápákat, de ez most már mindegy. Látjuk, hogy megnőnek, megcsökkennek, megnő a számuk, lecsökken a számuk, ide-oda változik az időben. Mind a kettő olyan puplis függvény, de valahogy el vannak egymáshoz képest csúszva, és még az egyértelműen látszik rajtuk, hogy ez egy periódikus függvény. Nem úgy néz ki, mintha ugyanazt másoltuk volna egymás után, pedig nem. Az, hogy kiderítsük, hogy ez tényleg periódikus-e, tényleg vannak-e benne olyan részek, amelyek megismétlik önmagukat, vagy megismétlődnek, olyan koordináta rendszerben ábrázoljuk, ahol a cápák számát ábrázoljuk a halak számának függvényében. Vagyis a következő koordináta rendszerben egy pontnak egy időpillanat felel meg, mutatom, itt elindítjuk valahonnan, ez azt jelenti, hogy ennyi hal van, és annyi cápa. Ennyi hal van, annyi cápa. Mi történt az időben? Nőtt a halak száma, a cápák száma nagyon megnőtt, hát elkezdték enni a halakat, tehát a halak száma elkezdett csökkenni, mivel már nagyon kevés hal volt, nem tudta eltartani a cápákat, tehát a cápák száma is csökkenni kezdett. Amikor már nagyon kevés cápa volt, akkor a halak megint életre keltek, sok hal született, elkezdett nőni a halak száma, és az egész kezdődik előről. Jó, ezt jósolja nekünk a Lotka-Volter egyenlet megoldása, és ez észszerűnek is tűnik. Tehát körülbelül ezt is vártuk. Ha most ezt elmondom, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, igen, ezt vártam, ez rendben van. Igen ám, ha nem tudom, most itt figyeltük-e, hogy ide tettük úgymond a kezdeti feltételt, ennyi halat tettük, és ennyi cápát. Na de ezt megtehetjük, ide is tettük, ide is, mi ezt meg is tettük, és akkor egy ilyen ábra alakul ki. Ez azt jelenti, hogy ha itt ennyi halat és ennyi cápát teszek be, akkor az időben ezen a zárt görbén, hát majdnem körön megyek keresztül. És látható, hogy ott a közepén, ott van egy pötty.
az a pötty az pontosan azt jelenti, amire gondolunk, az ott egy egyensúly. Ha ehhez a pötyhöz tartozó halak, számú halat teszek be a tóba, vagy hát inkább tengerbe, ennyi számú cápát, és elindítom az időt, akkor ő nem köröz, nem csinál semmit, ott marad. Ha annyi halat és annyi cápát teszek be, akkor ők úgy ott maradnak. Ez egy egyensúly, ugyanúgy, mint amit az előbb kaptunk, ott is volt ugye a horgászatnál egy egyensúly. De akkor felmerül a kérdés, hogy jó, ez most, itt még nem volt semmiféle horgász, meg halászat, mi történik akkor az ember hatására, ugye itt a világháború, meg a halászat elmaradása a kérdés. Ezt úgy tudjuk modellezni, hogy beteszünk még ilyen kék tagokat, vagyis egy ilyen, hát ez tulajdonképpen, ez is most ugye a kifogott hát, halak, cápák számát írja le valamilyen értelemben, de most már ügyesebben halászunk, horgászunk, mert most már úgy csináljuk, hogy a pillanatnyi létszámmal arányosan fogjuk csak ki. Ha kevesen vannak, akkor csak mondjuk annak a valahány százalékát fogjuk ki. Jó? És nem az, hogy akkor mindig 15 halat fogok ki, vagy mindig 15 tonna halat fogok ki, hanem az szerint, ha kevesen vannak, akkor keveset halászom ki. Ha sokan vannak, akkor többet halászhatok. Ez azért már egy fenntarthatóbb iránynak tűnik. Nézzük meg, hogy mi történik. Föltettem ezt a kérdést, hogy vajon kinek kedvez a halászat? Hát itt gondolom, hogy kedvez a halászat, hát megöljük azokat a szerencsétlen állatokat. Miért kedvezne ez bárki? Nekünk kedvez, de nekik miért? Az a furcsa helyzet adódik, hogy ha lefuttatjuk, tehát megoldjuk, hát számítógéppel ezt az egyenletrendszert, akkor az előző piros ábrához képest ezt a kék ábrát kapjuk. Próbáljuk ezt értelmezni. Most az egyensúly a piros pötyhöz képest a kék egyensúlyi pötty úgy tolódik el, hogy kevesebb cápa lesz az egyensúlyban, mint halászat nélkül, viszont több hal. Tehát ez azt jelenti, hogy a halászat hatására több hal marad. Ez érdekes. Ez érdekes. De valójában ugye nem ez volt... Igen. Valójában nem ez volt a kérdése Danconának, hanem az, hogy ha a halászat abba marad, akkor mi történt a cápák arányával? Tehát ez azt jelenti, hogy kitettek ide elénk 10 halat minden évben, és abból mennyi volt a cápa, mennyi volt a hal. Jó, de van, amikor ez 10 hal, jövőre lehet, hogy 15 hal, jóval több nyilván. Ez pedig a következőképpen látható. Halászattal van a kék görbénk az időben, ezek a cápák aránya, halászat nélkül pedig a piros. Jól látható, hogy halászat nélkül valóban magasabb a cápák aránya. Tehát ez a Lotka-Volterra modell valóban választ adott Danconnak a kérdésére. Így lehet modellezni ezeket a megfigyeléseket. Valósághűbb lenne a modell akkor, hogyha itt nem csak hák szerepelnének, hanem hát lenne egy halakra vonatkozó halászati ráta, egy cápákra vonatkozó halászati ráta, ezt is meg lehet oldani, ez házi feladat. De hát természetesen azért elmondom, hogy mi lesz, hasonló képet lehet kapni, itt egy kicsit akkor a HX és a HY függvényében arrébb lesz ez a pötty, attól függően, hogy hogy választjuk meg a HX-et, HY-t. Kitekintésként a következőt mondom, hogy hát visszautalok erre az egész cápásdíjra, de akár a tavirózsásra és a népesség növekedésre. Láthattuk, hogy a matematikai, nagyon egyszerű matematikai modellekkel leírtunk hát a mindennapokban észrevehető jelenségeket. Cápák arányát, népesség növekedést, rákok, heringek, fenntartható halászatból, éttermekben, amik tényleg szembe jönnek, ahogy Ádám is mondta, ha kimegyünk itt az ajtón, egyszerű jelenségeket is leírhatók már, vagy bonyolult jelenségek is leírhatók már ilyen egyszerű matematikai modellekkel. Igen ám, de ha belegondolunk, akkor ennél jóval bonyolultabb modellekre van szükség, tehát például a Föld eltartó képessége, az nem egy darab számmal jellemezhető, érezzük, hogy a sivatagi területek eltartó képessége az valószínűleg alacsonyabb, mint mondjuk a kontinentális vagy mérsékeltűbi területeké. Jó, tehát nyilván kevesebb ember képes vagy állat megélni egy sivatagban. Ez azt jelenti tehát, hogy az összes folyamatnak igazából, meg a népességnek is van egy hely függése is. Nem csak idő függése, hanem a helytől is függnek. Ilyenekre is, ilyen típusú folyamatokra is fel lehet írni differenciál egyenleteket, mint amiket itt bemutattunk. Itt egy mindegyik differenciál egyenlet volt, de ezek már bonyolultabbak.
Itt egy pár további alkalmazását a differenciál egyenleteknek felsoroltuk, tehát nem csak ilyen népességmodellekre lehet használni, hanem a légszennyezés terjedését, vulkáni por, rádióaktív részecskék terjedését előre lehet jelezni. Szabályozási feladatokat már említettük, rakéták, útnak indítása, holdra szállásnál a landolás, járványok terjedése nagyon fontos, ahol a fertőzöttek, a gyógyultak és a fertőzhetők száma, az előrejelzendő mennyiség, piaci és tőzsde folyamatok, nagyon fontos mostanában ez a fajta modellezés. De hát a hullámterjedés, ha nem tudnánk a fényterjedést valahogy modellezni, nem lennének mobiltelefonok, nem lenne internet. És hát hasonlóan a levegő vagy naviészók áramlása, hát nem csak ilyen szép autókról van szó, de gondoljunk akár repülőkre, bármilyen járműre. Mielőtt még megnéznénk, hogy mennyit nőtt a népesség ez alatt az egy óra alatt, ajánlok még itt egy pár olvasni és hallgatni valót. Ezt most nem kell lejegyzetelni, mert feltesszük a honlapra a fóliákat. Lehet kattingatni, lehet tovább olvasgatni. És akkor most nagyon gyorsan meg kell néznem, de lehet tippelni, jó, hogy körülbelül mennyit nőhetett ez alatt az egy óra alatt a népesség. Tehát most nézzük, hogy figyeltem, hogy mit kell csinálni. Itt kell csinálnom egy print screen-t. Igen, ide be kell tenni, igen, Ctrl-V-vel, akkor ezt le kell húzni, igen, az egészet le kell görgetni, működik, és most ki kell vonni, hát ez körülbelül akkor ilyen 10 000 ember, jól látom? Jó, tehát egy óra alatt, amíg mi itt beszéltünk, jól látom, ugye? Jó, 7 000, én csak azt néztem, hogy 5 meg 6, hát ilyen kicsi dolgokkal nem foglalkozunk, alkalmazott matematikusként. Jó, legyen 7 000. Jó, tehát ebben akkor ez már a nettó növekedés, jó, tehát ebben benne van, hát ez nyilván egy becslés, jó, tehát ez nyilván egy becslés. 7 000 ember, az azért már egy, hát egy kisváros. Jó, és akkor... Hát itt akkor ezzel, hogy 7 000 ember már született is, amíg róluk beszéltünk, be is fejezzük az előadást, de ne felejtsük el, hogy azon kívül, hogy megköszönjük a figyelmet, a következő előadás véletlen gráfokról fog szólni, és utána 20 órakor újra a véletlen előjön a szerepe a titkos írásban. Köszönjük a figyelmet mind a kettőnek.